Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt elkezdek önnel beszélgetni, engedje meg, hogy a nézőknek elmondjam egy picit a részleteket, hogy miről szeretnék önnel beszélgetni. Ugye megtartották a belső erzsébetvárosi szórakozóhelyek éjszakai nyitvatartásáról szóló helyi népszavazást. Érvénytelen lett. Az volt a tétje, hogy a külföldi turisták körében is rendkívül népszerű 7. kerületi vendéglátóhelyeknek be kellett zárniuk éjfélkor. Még tavaly ősszel döntöttek ugye az önkormányzati képviselők, hogy népszavazást kezdeményeznek. Ez ugye az Erzsébet körút, Király utca, Károly körút, Rákóczi út által határolt területekről, a Buli negyedben működő szórakozóhelyeknek a nyitvatartásáról szól. Érvénytelen lett a népszavazás, a jogosultaknak kevesebb, mint 16%-a adta le a szavazatát. 4600-hoz közel az éjféli zárórára voksoltak, míg 2300-hoz közel az éjfél utáni nyitvatartás mellett foglaltak állást. Ettől az eredménytől függetlenül a városvezetés olyan törvényalkotást kezdeményez, amely az ott lakók életkörülményeinek úgymond további javulását, védelmét és biztonságát segíti elő. És akkor áttérnék az Otthoncentrum képviselőjével a beszélgetésre. Önök szerint a népszavazás nyomán lényegesen nem fog csökkenni a környék szálláshelyének a száma, nem fog drasztikusan rontani a lakásukat bérbeadók, tulajdonosok pozícióján. Ami történt, vagy nem történt? Hogyan tovább? Mit gondol arról, ami történt? Hát alapvetően azt gondolom, hogy ez, hogy ennyire passzív volt az érdeklődés, az nyilván annak sok oka lehet, tehát igazából talán ingatlanpiaci szempontból ezt így kevésbé lehet megítélni, hogy mi van e mögött. Tény, hogy nagyon megváltozott a lakóknak az összetétele az elmúlt évek során, és most nyugodtan mondhatunk akár egy bőfél évtizedet. Nagyon sokan jöttek, akik kifejezetten ingatlan tulajdont szereztek, de életvitelszerűen nem élnek a kerületben. Nyilván nekik más érdekeik vannak, mint azoknak, akik mondjuk a gyerekkorukat itt töltötték, kötődnek a környékhez, és szeretnék az életük hátralevő részét is itt leélni. Ismerek olyanokat, akik itt a környéken élnek, és itt is maradtak, és hát valóban nagyon sok a panasz. Tehát azt gondolom, hogy mind a két oldalnak vannak érvei, és valahogy egy reális kompromisszum irányába kéne menni. Az biztos, hogy Budapesten egy különleges színfolttá vált ez a városrész. Én leginkább a Sziget Fesztiválhoz tudom hasonlítani. Egy ilyen csak annak egyszer vége van. Így van, hogy az egy nagyon koncentrált dolog, ott a környékben élőkkel szintén voltak konfliktusok, jóval tágabb környéket érintett, hiszen ott egy zajterhelésről van szó. Itt viszont alapvetően közbiztonság, általános komfortérzet, és hát amellett nyilván a zaj is egy nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy aki mondjuk nyáron nyitott ablaknál szeretne aludni, és ezt hajnali 2-kor vagy hajnali 4-kor megzavarják, az nyilván joggal háborodik föl, hogy nem tudja élvezni a lakását. Tudja, Buli negyedben sétálgatván sokszor gondolkozom azon, segítsen most akkor ezt megválaszolni, hogy aki ott eladja a lakását, az egyre drágábban tudja eladni, vagy egyre rosszabb az ingatlanok ára? Alapvetően pontosan emiatt a megváltozott használat miatt egyre drágábban tudta eladni, és azt kell mondjam, hogy tényleg kiemelkedő, megnéztem az adatainkat, gyakorlatilag 2013, tehát mondjuk úgy a válság mélypontjához képest, 2017-ben a budapesti kerületekben eladott téglaépítésű társasházi lakások közül a legnagyobb áremelkedés volt gyakorlatilag itt a 7. kerületben. De önök azt is mondják, hogy ennek vége? Hát lassul, ez egyértelműen látszik, és ami nagyon izgalmas, hogyha összehasonlítom ezeket az árakat az adásvételek számával, akkor azt látom, hogy bizony volt egy nagyon kiugró felfutás, gyakorlatilag 2015-2016 volt, amikor a legtöbb lakást adták, vették a kerületbe. Ugye itt nagyjából 37 ezer lakás van, ennek csak egy töredéke az, ami évről évre a piacra kerül. Igen. De a válság előtt 3000-t meghaladó volt az éves tranzakciószám, és most ezt a számot nem értük el. Sóki Tóth Gábor, lejárt az időnk, ne haragudjon, hogy közbevágtam, csak haladnunk kell tovább, nagyon izgalmas reggelünk van. Köszönöm, hogy bekapcsolódott a műsorban. Igen, köszönöm.